Nehéz évet zártak, negatívan hatott a méztermés mennyiségére az idei év szeszélyes időjárása és a méhpusztulás is. Állásbőrze Tiszavasváriban a szakképzett munkaerőre Magyarország stabil gazdasági fejlődése miatt is szükség van, hangzott el a kiállításon. Javult az életminőség, ez derült ki a Debreceni Egyetem egészségügyi karának nyíregyházi felméréséből. Kal kevesebb az idei méztermés mennyisége a korábbi évi átlagokhoz képest. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez annak köszönhető, hogy egész évben szeszélyes és kiszámíthatatlan volt az időjárás, valamint nyáron nagymértékű volt a méhpusztulás is országszerte. Az állomány csökkenése igazából a jövő évi termésre lehet igazán negatív hatással. 2019-ben még nehezebb éve lesz az ágazatnak. Az egész év a méhészet és a méhek ellen szólt. Január, február és március is megosztó volt. A hónapok első fele tavaszias volt, amíg a második felében téli hideg idő volt jellemző, közölte Hok József. A méhek életét és biológiáját teljesen felborította az időjárás, hangsúlyozta a Méhész 35 perc című műsorunkban. Ki is repültek, megindult a fiasítás, viszont utána, hogy bejött a hideg, nem tudta ezt a fiasítást gondozni, ki kellett, hogy rágja, most úgy nevezzük szaknyelven, hogy kirágja a fiasítást. Újra kellett, hogy induljon, ami sok problémát okozott. Az áprilisi időjárás végül is a fő termésünket, az akácot teljesen felborította. A május 10-12-ére jellemző akácvirágzásunk április 30-án megkezdődött. Mert hogy akkor pedig olyan enyhe volt, vagy olyan meleg volt, ugye, hogy nem számítottunk erre? Nyárként ment el 30 fokos időjárással, és egy hónap alatt bepótolt az időjárás azt, ami elméletileg neki 6-7 hetének kellett volna, hogy legyen. A mély családok nem tudtak felkészülni az akácfordásra, így a hungarikumként jegyzett akácméz mennyisége is jóval a megszokott alatt lett. A nyári hónapok sem voltak jobbak, végig meleg és aszályos időjárás jellemezte. A napraforgó gyorsabb termésidővel hamarabb virágzott. Ez a virágzás és a mély család szempontjából nem lett volna probléma. A baj az volt, hogy a virágzás negyedik-ötödik napján a gyűjtő méhek eltűntek a kaptárból, tette hozzá Hok József. Ez a probléma szinte minden megyét érintett hazánkban. A kiáró méhek, amik valójában gyűjtenék a mézet, eltűntek a kaptárból, mert azt sem mondhatnánk, hogy elpusztultak, hanem valójában a kaptár kiürült, és nem volt, ami a nektár gyűjtse. De hova tűntek? Ez az, amit még a mai napig vizsgálnak, végül is laborok és egyebek. Hát ők elméletileg kimentek nektár gyűjteni és virágporért, de valami oknál fogva nem jöttek vissza. Részben találtak a napraforgó virágokon elpusztult méheket, de azt a tömeges pusztulást, amit egy mérgezés okozna valójában, nem volt tapasztalható, vagy nagyon kevés esetben. Most ez meghatározta a napraforgó méztermésünket is, és ami még inkább, mert az, hogy nem termeltünk, az egy dolog, de a méh családoknak az őszi beterelési folyamatát változtatta meg, mert sokkal kevesebb mélyvel indultunk a télre való felkészülésre, sokkal kevesebb mélyvel teleltünk be, valójában azt lehet mondani, ami a jövő évre okozhat nekünk igazából nagyobb problémát. A méhpusztulás és a szeszélyes időjárásnak köszönhetően mintegy 30-40%-kal csökkent a megtermelt méz mennyisége országos szinten. Vannak olyan akácerdők, ahol semmit nem tudtak termelni. A méz ára az elmúlt 5-8 évben sem, és idén sem emelkedett. Ez főleg nehézség a méhészek számára. 2019-ben pedig még nehezebb évre számít az ágazat, mint amilyen az idei volt. A jövő évi védelem érdekében pedig december 19-től kizárólag zárt termesztő berendezésben lehet felhasználni a házi méhekre és más beporzó szervezetekre kockázatosnak ítélt neonikotinoidot tartalmazó növényvédőszereket. Konkrét állásajánlatokkal várták a vállalatok a diákokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári szakgimnáziumának állásbőrzéjén. A kiállításon elhangzott, a szakképzés nem csak a térségben tapasztalható munkaerőhiány leküzdése miatt fontos, hanem az ország stabil gazdasági fejlődését is segíti a megfelelő számú és minőségű szakember képzése.
Vegyésztechnikusokat, gépkezelőket vagy éppen informatikusokat is kerestek a tiszavasvári szakgimnázium állásbőrzéjén. A térség is a szakképzett munkaerő hiányával küszködik, az iskola pedig képzéseivel és a mostani kiállítással is erre a problémára kíván megoldást találni. Itt jó néhány jelenlévő vállalat konkrét állásajánlatokkal érkezett, és itt vannak a mi végzőseink is, és már most próbálnak kapcsolatot építeni. Sőt, ezt a rendezvényt kiterjesztettük város, illetve térségi szintre is. Nagyon sokan jöttek be, olyanok, akik munkahelyet kerestek, munkahelyet szeretnének változtatni. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy van ennek jótékony hatása. Ez már a 9. ilyen rendezvényünk, és eddig azt mutatják az adatok, hogy igenis sokan találtak itt munkát maguknak. Korábban a munkáltatók válogathattak az önéletrajzok között, most azonban sokuknál már hosszú ideje nem tudnak betölteni több pozíciót. Egyre nehezebb, néhány évvel ezelőtt még sokkal kedvezőbb volt a helyzetünk, de jelenleg már ugye teljesen átalakult a munkaerő kereslet és a kínálat. Gyakorlatilag jelenleg is több hirdetésünk fut, keresünk CNC gépkezelőket, keresünk avi heggesztőket, gyakorlatilag több olyan állás ajánlatunk van, ami betöltetlen már hosszú hónapok óta. Nagy probléma ez, igen. Tiszavasváriban az elmúlt években jelentősen csökkent a munkanélküliség. A városnak a fiatalok helyben tartása szempontjából is fontos, hogy munkát tudjanak számukra biztosítani a térségben. Tiszavasvári tekintetében nagyon fontos a szakképzett munkaerő megléte, és jelenleg tényleg szakképzett munkaerő hiánnyal küszködünk, és ezek az állásbőrzék, ezek a találkozók, ezek nekünk segíthetnek abban, hogy Tiszavasváriban a szakképzett munkaerőnek a létszáma, a száma nőhessen, és az itt megjelenő cégek, hogyha lehetőséget tudnak kínálni a tiszavasvári fiataloknak szakképzés szempontjából, akkor Tiszavasvári megtartó ereje is nőhet a jövőre való tekintettel. A szakképzés reformja a kormány számára kiemelt fontosságú, nem csak a munkaerőhiány leküzdése miatt, hanem a stabil gazdasági fejlődés szempontjából is. Szakképzett munkaerőre szüksége van a magyar gazdaságnak, hiszen éppen most jelent meg az adatok, a harmadik negyedévi gazdasági adatok, amely azt mutatja, hogy 4,8%-kal bővült a magyar gazdaság. Ez az egyik legjobb az Unióba, és az uniós átlag kétszeres. Ez azt jelenti, hogy működik a magyar gazdaság. Ha azt is megnézzük, hogy mely ágazatok húzzák ezt a gazdaságot, akkor föl tudom sorolni, hogy az építőipar, a járműipar, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a mezőgazdaság is benne van. Tehát a mezőgazdasággal összefüggő szakmák, akár egyetemi, akár középfokú szinten fontosak. Vinnai Győző azt is elmondta, 2011 óta folyamatosan segítik a szakképzés megújulását, többek között bevezették a duális képzési formát, a hiány szakmák esetében a szakképzési ösztöndíjat, és a nappali képzésben ingyenessé tették a második szakma elvégzését is. Az országgyűlési képviselő hozzátette, zajlik a szakképzés modernizálása is, és céljuk a diákok digitális kompetenciáinak további fejlesztése. Javult a levegő minősége Nyíregyházán, a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke a szénatéri mérőállomáson, tegnap a tájékoztatási küszöbérték alá csökkent. Kedden ez az érték még 108 mikrogram per köbméter volt, a tegnapi nap folyamán azonban 46,7 mikrogram per köbméterre csökkent. Bár napközben az északkeleti szél jó levegő minőséget okoz, éjszaka még emelkedhet a légszennyező anyagok mennyisége. Vasárnap viszont egy erős front érkezik, ami ismét javíthat a levegő minőségén. Nyíregyháza életminősége jelentősen javult az elmúlt 10 évben. Ez derült ki abból a háztartás panelkutatásból, amelynek legutóbbi felmérését idén tavasszal végezték. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának vizsgálatából az is látszik, hogy a várható élettartam, valamint a megnyert életévek száma is növekszik Nyíregyházán, valamint a nyíregyházi járásban egyaránt. Az idei háztartáspanel vizsgálatban több mint 540 családot kérdeztek meg, olyan szempontokat figyelembe véve, amelyek az életminőségükre, valamint az egészségügyi állapotukra vonatkoznak. A vizsgálat 2008-ban indult, és azóta már ötször keresték fel újra a válaszadókat. A kutatássorozat azonban több szempontból is különleges és Európa szerte egyedülálló. Alapvetően, hogyha leszámítunk egy-egy Európai Uniós, illetve hazai kutatássorozatot, akkor gyakorlatilag ilyen kutatás nem létezik Magyarországon, kizárólag Nyíregyházán, ami
arról szól, hogy rendszeres időközönként kérdőjeles felméréssel megkérdezzük az embereket nagyon sok minden dologról, tehát többféle dimenzióról, és megpróbáljuk felmérni, hogy hogyan változott, hogyan alakult a nyíregyházi lakosoknak az életminősége. Ugye most már nagyon sok adatfelvétel volt, 2008-ban indultunk, utána volt 10-ben, 2012-ben, 2015-ben és 2017-ben, illetve egy külön felmérés most 18-ban az egészségi állapotra vonatkozóan. A 10 éve tartó kutatás az életminőséget nem csak a nemzetközi gyakorlat szerinti néhány aspektusból vizsgálta, hanem sokkal összetettebben 7-8 különböző dimenzióból is. Erre a kutatás vezetője szerint azért volt szükség, mert az életminőség ugyanúgy függ az egészségügyi állapottól, mint akár a család jövedelmétől, a társas kapcsolatoktól vagy a foglalkoztatottságtól. A vizsgálat vezetője arról számolt be a Debreceni Egyetem felmérésének sajtótájékoztatóján, hogy az utóbbi 10 évben jelentősen emelkedett a nyíregyházi életminőség. Kiemelendőek azok az eredmények, amelyek a lakosságnak, a város lakosságának a pozitív egészségi állapot irányába történő pozitív elmozdulását mutatják. 2008-ban volt ugye az első felmérése a városnak és a karnak együtt, ami a háztartáspanel kutatás vonatkozásában megtörtént. Abban az egészségi állapottal kapcsolatban a városlakók kicsit pesszimistán nyilatkoztak, ehhez képest nagyon szépen kirajzolódik már az, hogy az egyes lekérdezéseknek megfelelően hogyan nőtt a városlakók önminősített egészségi állapota, és csökkent azoknak az aránya, akik rossznak ítélik meg az egészségi állapotukat. Nyíregyháza alpolgármestere a sajtótájékoztatón azt mondta, az eredmények kiemelten fontosak a jövőbeni pályázatok, városi fejlesztések, valamint a szükséges egészségügyi beavatkozások megtervezésében. A háztartási panelkutatás az nem az asztalfióknak készül. Tehát Nyíregyházának egy nagyon széleskörű szociális ellátórendszere van, maga az intézményrendszer, ehhez társulnak a települési támogatásnak a rendszerei, a különböző szolgáltatások megszerzésének a koncepciója, hogy milyen ellátásokat, milyen mélységben, milyen szinten akarunk ellátni mi saját magunk, saját intézménybe, adott esetben civil szervezettel vagy partnerintézményekkel. Ez egy óriási rendszer. A hasonló kutatások megalapozzák ezeket az intézkedéseket, akár egy rendeletnek a megalkotását. Tehát ezek nem a levegőbe lógnak, hanem komoly kutatásokon alapulnak. Ezen túlmenően természetesen, amikor pályázunk egy városrehabilitációra, egy szegregátummal kapcsolatos fejlesztési projektre, vagy bármilyen programra, ott nagyon fontos az életminőség. Megalapozottak legyenek azok a programok. Jászai Mennyhért hozzátette, a tanulmány eredményei az egészségmegőrző városi fejlesztéseken túl az egészségügyi ellátás fejlesztését, a szabadidős sportlétesítmények, valamint a játszóterek és sportparkok fejlesztésének programját is megalapozza. Határsértőket fogtak a Szabolcs megyei Barabás külterületén. A barabási határrendészeti kirendeltség munkatársai november 15-én 2 óra 50 perc körül Barabás és Gelénes között elfogtak 4 határsértőt. A magukat vietnámi állampolgároknak valló külföldiek, köztük 2 felnőtt és 2 gyermek, a helyszínen magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök az illegális migránsokat idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében előállították a határrendészeti kirendeltségre. Vértes a Huszárok Doberdója címet viseli Bene János és Szebenyi István legújabb könyve, amelyet a Jós András Múzeumban mutattak be. A kötet az utolsó magyar földön vívott huszárütközetet dolgozza fel. A művel a szerzők nem csak történelmi feldolgozást kívánnak az olvasó kezébe adni, hanem emléket is szeretnének állítani azoknak a hős huszároknak, akik a II. Világháború végi csatában már lovaik nélkül, -20-30 fokos hidegben tartottak ki az előre nyomuló szovjet csapatokkal szemben. A lengyelországi és az ukrajnai véres harcokat túlélve hatalmas feladat hárult a Magyar Királyi Honvédség első honvéd lovas hadosztályára még a II. Világháború utolsó évében. Segítség az akkor megindult német támadást, illetve saját támadásaikkal lekössék a szovjet erőket és veszteségeket okozzanak a Vörös Hadseregnek. A vértes aljára vezényelt huszárhadosztály harci ereje ekkora már jelentősen legyengült, létszámában pedig már egy ezred erőt sem képviselt. 1945. január 15-e és március 18-a között, mégis hősiesen helytállva, megvívták a magyar huszárok utolsó ütközetét. A hadosztálynak sikerült tartani azt a vértesi vonalat, amely majd később kedvező feltételeket teremt ahhoz, hogy megindulhasson
amit tudunk, hogy később sikertelen felmentési akció Buda felmentése, bevételére, visszafoglalására, de ez már nem a 23-nak a dolga. A 23-nak a dolga az volt, hogy 45-ben a Vértesben úgy tartsák a frontot, hogy ott ember át nem mehet. Ezt ők megtették. Ezért emlékezünk rájuk. Az emléküket pedig könyv is őrzi. Bene János és Szebenyi István, Vértes a huszárok toberdója címet viselő közös kötete, a megalakulásra a vértesi ütközetig örökíti meg a hadosztály történetét, melyben a nyíregyházi huszárok is harcoltak. A vértesi huszárok hőstette azért is jelentős, mert nem csak az alacsony létszám, hanem a mínusz 20-30 fokos hideg és a hiányos felszerelés is hátráltatta őket. Gyakorlatilag itt már leszálltak a lóról, és nagyon például a lövészárkokban nagyon sok huszár sarkantyút találunk, amikor kimegyünk oda kutatni, hogy azért a felszerelés, meg a ruházat, meg a tartozék része maradt a sarkantyú, a büszke huszár azért sarkantyúba ment a lövészárokba is, és valóban annyira alul felfegyverzett, meg annyira alul felruházott alakulatról beszélünk akkor már, hogy a huszár naplókat olvasva is azzal szembesülünk, hogy gyalogsági ásókkal, bajonettel, kézitusába mentek neki, ha szükség úgy kívánta a ellenfeleknek. A könyvet Ruszin Romulus standártábornok miatt adta, aki kiemelte, a huszárságkor a fegyvernemileg bár leáldozóban volt már a II. Világháborúban, a szellemiség, amit képviseltek, azonban örökérvényű. Egy korszak lejárt. Ugye a hadikultúra változott, a huszárság, a lovasság végképp elveszítette azt a jelentőségét, amit a megelőző századokban magáénak tudhatott. De ez nem jelenti azt, hogy a szellemiség is elveszett tőlük. Nem, ezt a huszár szellemiségét, ami mai magyar katonának tovább kell vinnie, tehát nekünk ebből az ütközetből azt kell leszűrni, ami a 21. századi magyar honvédeknek segít abban, hogy teljesítsék küldetésüket Magyarországon vagy a világ bármely pontján. A két szerző a kötet folytatását is tervezi, melyben magyar, német és orosz katonák hadinaplóin keresztül különböző szemszögekből ismerteti meg az olvasókkal a II. Világháború eseményeit. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a női amatőr NB egy hatodik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Sziget Szent Miklóstól kapott ki 86-31-re. Az NKS vereségével visszacsúszott a tabella utolsó helyére. A Vasas Akadémia otthonában elszenvedett súlyos vereség után újabb nehéz mérkőzés várt a több játékosát nélkülöző nyíregyházi csapatra. A rutinos kosarasokkal érkező Sziget-Szent Miklós 16 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 percben pedig újabb 15 pontot tettek hozzá előnyükhöz a vendégek. A folytatásban sem változott a játék képe, a lelkesen küzdő hazai fiatalok nem tudták megnehezíteni a jóval esélyesebb Sziget-Szent Miklós dolgát. Azt azért tudnunk kell, hogy nekünk már most ugye, ha tetszik, ha nem, tehát kadettkorú játékosokat is kell játszatnunk ahhoz, hogy a kötelező létszámot azt tudjuk biztosítani a mérkőzéseken. A Pál Vivian volt az egyedül idősebb játékos, aki pályára tudott lépni. Mi ezzel vettük föl a harcot. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig nem is rosszul, mert ott az elén azért sikerült még pontokat is dobnunk. Aztán ugye, amikor beálltak ebbe a 2-3-as statikus zónába egy olyan magas szerkezettel, amit ugye csak kintről tudtunk volna kidobni, hogyha sikerült volna igazából jó dobó százalékkal dobnunk, ez sajnos nem jött össze. Így maradt az, hogy megpróbáltunk labdát lopni, és abból esetleg lefutni az ellenfelünket, ami néha-néha azért össze is jött. Én ettől függetlenül, tehát a megközés végeredménye ugye az volt a cél, hogy legalább 100 pontot ne kapjunk, mert ugye fél időben már 49 pontnál jártunk. Azt a lányok azt azért tartották. A hétvégén felnőtt bajnokit nem játszanak a nyíregyháziak, az NKS legközelebb november 23-án idegenben a DVTK U23-as csapata ellen lép pályára. Hogy teljes csapatunk legyen, az valószínűleg a január 6-ai mérkőzésünk itt hazai pályán, ami azt mondom, hogy addigra úgy néz ki, hogy minden lábadozó játékosunk fölépül a mostani orvosi vélemény alapján. Miskolc ellen már reménykedünk azért abban, hogy azért 2-3 játékost sikerül addigra úgy rehabilitálni, hogy azon a mérkőzésen már részt tud venni. És ha ők ugye részt tudnak venni, akkor ott azért már lehetnek nyerési esélyeink is. Az amatőr NB1 tabelláját a csatadélyese vezeti 6-ból 6 győzelemmel a szintén 100%-os 5-5-tel álló TFS előtt. A nyíregyházi kosársuli egy győzelemmel és 5 vereséggel sereghajtó pozícióban várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A szeszélyes időjárásnak és a méh pusztulásnak köszönhetően mintegy 30-40%-kal csökkent a megtermelt méz mennyisége országos szinten a korábbi évi átlagokhoz képest. Az állomány csökkenése igazából a jövő évi termésre lehet igazán negatív hatással. 2019-ben még nehezebb éve lesz az ágazatnak. Konkrét állásajánlatokkal várták a vállalatok a diákokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziumának állásbőrzéjén. A kiállításon elhangzott, a szakképzés nem csak a térségben is tapasztalható munkaerőhiány leküzdése miatt fontos, hanem az ország stabil gazdasági fejlődését is segíti a megfelelő számú és minőségű szakember képzése. Ennek érdekében a kormány 2011 óta folyamatosan segíti a szakképzés megújulását. Nyíregyháza életminősége jelentősen javult az elmúlt 10 évben. Ez derült ki abból a háztartás panelkutatásból, amelynek legutóbbi felmérését idén tavasszal végezték. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának vizsgálatából az is látszik, hogy a várható élettartam, valamint a megnyert életévek száma is növekszik Nyíregyházán, valamint a nyíregyházi járásban egyaránt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos, de hűvös időre van kilátás. Egy anticiklon peremén alacsony nedvességtartalmú, 1-2 fokkal hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. A késő esti órákig még változóan, később gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti szél időnként megélénkül. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos, száraz idő várható. Az északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban északkelet felől egyre hidegebb, eleinte alacsony, majd nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Szombaton még sok lesz a napsütés, majd vasárnap már több felhőre lehet számítani, de számottevő csapadék ekkor sem valószínű. A jövő hét első felében gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporra, helyenként havas esőre is számítani lehet. Éjszakánként sokfelé süllyed fagypont alá a hőmérséklet, és több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.